pont a feleségemmel egy 2-3 napja erről beszéltünk, hogy ugye én az akadémián nevelkedtem, és hogy ugye ott bementem, 6:50-kor keltem, meg volt a kis rutin, hogy akkor letusolok, elindulunk, és este 7-8-kor értem haza, és elment az egész nap. És utána annyi volt, hogy alvás, és már megint kezdődött. Ez egy nagyon monoton időszak elmúlt pár év volt, de most azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 3 évben, amit átéltem én a futballba, azért már megérte elkezdeni. A mai napig, ha egy edzésen nem megy jól, depresszióba kerülök. De totálisan. Pedig azért már van nemzetközi tapasztalatom, tényleg ott válogatott, az elég sok minden megértem már, de ha egyszerűen nem bírom. De te azt jelenti, hogy lehetizős is? Én nagyon. Fú, az nagyon. Azért nem hiszem, hogy sokan mondanák meg rólad, nem? Hát igen, sok minden szerintem nem. Nehézsem más vagyok egyébként a pályán, meg úgy a való életben. Én azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen egy olyan klubnál vagyok jelenleg, ami... Tehát ahhoz, hogy jobb helyre menjen az ember, ahhoz nagyon nagy ugrás kell. Tehát ahhoz top 5 bajnokságba kell mennie, hogy ennél jobb helyre menjen. És még akkor sem biztos, hogy elmész egy olyan csapatba, még elmész egy angol csapatba. De nem játszol BL-t, nem játszol Európa Ligát. Hát tehát itt minden megvan, ami kell. És ez is, hogy tényleg most oda bejutottunk a 16-ba. És mindenki azt mondta a BL után, sőt az első Európa Liga után, hogy na majd itt már jövőre nem lesz semmi. Utána megint, utána a BL. Tehát hogy egyre magasabb a léc. Kikat azért szereted? Persze, nagyon. Igen, nagyon. Meg tudsz így csodálni egy-kettőt megnézni? Bár nagyon. Nézeget, Igen. Azért imádom őket. Milyen most családapa lettél, változott az ízlésedetbe is? Nem tudom. Kocsiba? Nagyon. Igen. Eddig mindig az a kisebb ilyen sportkocsi, és minél gyorsabb, menőbb, nagyobb hangul legyen, most meg már inkább a kényelem. Tehát most már egy ilyen kis minibusz is tökéletes lenne, csak tényleg kényelmesen férjünk el benne. Egy nagyon jó családi autó, ez az ID4-es. És én mindig azt mondtam, hogy nekem nem fog kelleni elektromos autó. És ez nekem annyira kellemes csalódás volt. Ez abszolút teljesen elektromos. És elmegy 400 kilométert. Tehát nagyon jó. Nagyon jó. Heti egyszer kell feltöltsem. Nagyon, nagyon extra. Otthon a falon is van egy idézet, ugye meg is mondom, hogy van pontosan, hogy egy nap az ördög azt súgta a fülembe, te nem vagy elég erős, hogy legyőzz a vihart. Ma én suttogtam a fülébe, hogy én vagyok a vihar. És ugye a vihar, az, ha belemegyünk így a vallásba, akkor az a Szentlélek és a... És ez otthon kint van a falon? Ez kint. Ez nekem egy nagy otthon. És én ilyen is voltam, meg ilyen is vagyok, tehát hogy vannak időszakok, mikor sajnos el tudnak nyomni, és előjönnek ezek a rossz gondolatok, plusz tényleg én is azt érzem, hogy elbizonytalanodok, de valahogy a vége mindig az lesz, hogy én győzök. Mert ez a... És igen, tehát én minden egyes nap imádkozok, minden nap, minden meccs előtt, tehát ez nálam. Azt hozzáteszem, hogy én nem az a típus vagyok, aki templomba jár, én nem tartom azt, hogy az Úr, a Isten nem a templomba van, hanem én azt tartom, hogy bennünk van, és ő mindenhol ott van. De nem kell templomba járni azért, mert hívő vagy. Ugye van a legjobb barátom, a Nagy Geri. És ő azt mondta, hogy én egy menthetetlen eset vagyok, nekem soha nem lesz feleségem, család, semmi, mert olyannyira nem fogott meg soha senki. És akkor én megmondtam neki, hogy figyelj, de engem egyszer fog valaki megfogni igazán, és én azt is fogom menni feleségül, azonnal. És ez így is történt. És egyébként ott megkértem a kezét, és onnantól kezdve mi együtt élünk, együtt alszunk minden nap.
Hát ugye anyu a Sélyen szemben lakik velünk, tehát ott lesz a 24-én a nagycsaládos. Igen. Oda jönnek anyósik, tehát tőleg ott az egy nagycsaládos. És utána 25-én meg úgy nálunk lesz, most nem tudom, hogy pontosan mi, 26-dik a barátok. Nem nagyon megyünk, nem vándorolunk.